2019 után ismét megrendezték a Paksi Puliszka Fesztivált. Az eseményre számos székely csoport ellátogatott. Bándi Imre mesélte el, hogyan jött létre a rendezvény. Az Erdély Magyarok Tolna megyei egyesülete 1990-től van bejegyezve hivatalosan Szekszárdon a bíróságon, azóta működik megye szinten. 15 éve vagyok én az elnöke, és mivel Paksra költöztem 15 évvel ezelőtt, ezért úgy gondoltuk, az a korosztály, aki előttem voltak vezetők, azok megidősödtek, már nem voltak annyira aktívak. Az én korosztályom kezdett aktív lenni, és akkor úgy gondoltuk, hogy Paksra hozzuk az egyesület vezetőségét, mivel itt többen vagyunk, és egyszerűbb a kezelése az egyesületnek. És gondolkoztunk ezen, hogy azon kívül, hogy éves szinten nagyon sok minden programunk, rendezvényünk van, mi lenne az, ami az egyesületünket megmutatjuk mondjuk Paksvárosának, vagy akár a megyének, ami minket illet, akik Erdélyből elszármazottak vagyunk, hogy azt a kis Erdélyt, vagy azt a kis hagyományt, amiben mi felnőttünk, azt megmutassuk kifele is, és továbbadjuk. És akkor jött ez az ötlet, hogy Puliszka Fesztivál. Tehát maga a puliszkára azt kell tudni, kukoricadara, és gyerekkorunkban ez ugyanaz volt, mint Magyarországon a kenyér. Tehát mindenhez majdnem puliszkát ettünk, mert az volt adott, egyszerű és nagyszerű étel, egészséges étel. És akkor mivel ebbe a cipőbe jártunk, úgymond mindenki, aki Erdélybe elszármazottak vagyunk, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor ez legyen a Puliszka Fesztivál, ami összefogja ezt a rendezvényt. Az eseményre ellátogattak az Erdélyből származó magyarok is, és elkészítették hagyományozó ételeiket. Minden érdeklődőt szeretettel vártak a standoknál, hogy megkóstoltassák a puliszkából készült különböző fogásokat. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk. Túros puliszkát szoktunk mindig otthon egyszer tejjel esszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túros puliszka. Mi Erdélyben így szoktuk eszni meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymond erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell egy kicsit megsütni, rásütni. A barátnőm meg csinált egy tehéntúrós puliszkát, jó gazdagon ilyen szalonás, meg pirítós szalonással, meg joghurttal, ugye? Tejföllel van megdúsítva. Tehát ez a mai menő. Padlizsánkrém, ami erdélyi recept alapján készült, majonézzel készül, hagymával, sóbors, túrógombóc készült, fahéjas túrógombóc, meg van zakuszkánk, ami ugyanúgy otthon készült, padlizsám, vitamin paprika, paradicsom, olaj, hagyma és fűszerek. A Bukovinai Székhelyek Szekszárdi Egyesülete is részt vett a rendezvényen. Igen, itt is itt vagyunk, mert sokan vagyunk, úgyhogy elhoztuk azokat a kis miniatűr eszközeit vagy tárgyainkat, ami ránk hivatkozik, elhoztuk a székelykapunkat. Nem olyan, mint a miénké, az az eredeti, hát ugye múlt héten volt a kapuavatásunk, és elhoztuk a vetett tárgyat, ez is csak imitáció, nem éppen az eredeti formában van, de hát mégis hoztunk. A Mics nevű székelyfogásnak is nagy sikere volt. Marhából és sertésből készül, fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom. Amellett van kis vékony kolbászunk, hasább burgonya, töltött káposzta, és egyéb finomságok elől a pulton. Táncos fellépések is színesítették a fesztivált. Én 2013 óta Kosnás Árpád Fülöp Feres díjas
Tántos a koreográfusunk és vele. Hát tulajdonképpen egész Kárpát-medencéből tanultunk táncokat. Amit most jelenleg bemutattunk, az egy sárközi tánc volt, egy felújított sárbű tánc, illetve egy szatmári koreográfia. De ezen kívül bukovinai, moldvai, felvidéki táncokat is táncolgattunk. Hát mindegyik, ahogy a 13 évet, ami eltelt folyamatosan. A programok között a fafaragás is helyet kapott. Ez a napot, ugye, a napkelet, a hasonlók, ez a hagyományos székelykereszt, ez az igazi székelycsillag, és az a másik, a székelységnek az egyik másik jellegzetessége a hold. A rendezvény célja a kapcsolatok ápolása és a hagyományőrzés volt.